Na. Sziasztok! Team Fortress 2 Sextonate mode. Minden, amit tudni kell róla, az, hogy itt van Zsolti, aki előttem fut. Zsoltikám, kérlek, mutatkozzál be. Jó estét, hölgyeim és uraim, vagy jó napot kívánok. Igen, hát tudni kell választékosan beszélni. Itt van még Erik is, a Lord Chase. Kérlek, igen, sziasztok, Lord Chase vagyok. Igen. De most mi magyar parasztok vagyunk, úgyhogy én Alex vagyok, itt van Zsolt, és itt van Erik, így fogunk játszani. Magyar. Én meg meghaltam, sziasztok. Na, a játék lényeget tulajdonképpen az, hogy... hogy itt van ez az ausztrál merszőzetű ember. Ennek a neve Saxon Hale. Ennek az a lényege, hogy ő egyedül van, itt a lista, ő egyedül van, mi vagyunk 31-en. Azt eredményezi, hogy a Saxon Hale-nek az mindig egy randomra kiválasztott ember, van 35 000 élete kb. A mindig az emberektől függ, hogy hány mennyien vagyunk. Mennyi az élete? Igen, és... hát mit mondjak még, vannak tauntok. Na, meghaltam. Például, mint most látjuk a scoutot, hogy ordít egyet, hogy Saxon Hale, egy mit tudom én, 2000 sebzés után tud ilyet csinálni, és akkor mindenki lebénul, meg a centrik is, meg minden. Hát mondjatok, ti is róla valamit. Hát, ennek van... Jó a játék volt, ennyi. Fantasztikus! Jó részletes volt, hallod. Ott egy Mario. Lehet máriózni, azt pedig úgy éred el, hogyha rájumpolsz a fejére, és akkor ad máriós hangot, meg levesz kb. 2000 életet, ha sikerül ráugni a fejére. Meg ding, meg még van ebbe a módban is még ilyen külön speciális dolog, hogy ugye más karakter, tehát nem csak ez a Saxon, akár kicsoda van, hanem Saxon Hale. Az Saxon Hale. Hát jó van, nem jegyzem meg a neveket annyira, mert nem érdekel. Oké. Hát még van ugye a Horseman. Van a Horseman, aki egy csontvász tökkel a fején. Van a Vaginer, ami egy pinaszájú, nagyfejű, visszafelé beszélő engineer egyébként. Az viszont az vicces. Majd van a vallásos, tömeggyilkos, brutális sniper, aki az az egyetlen ilyen 30 000 életű karakter, aki tud lőni, az is csak idénként nyilat, tehát ő nem lebénítja az embereket egy ordítással, mint például most Zsoltit, hanem az lőni tud ilyen nyilat. Tík, hát ez mi volt, hogy csinál? Hát, leütött, mint a büdös szart. Igen, Erdei, leütöttem, mint a büdös szart. Na, úgyhogy hát ez a játékmódnak a lényege. Igen. De ezeket a hiper embereket, a karaktereket, ezeket randomra választja ki, szóval bárki. Igen, ki fog élni, lehet választani, hogy a te akarsz lenni, vagy nem. Hát nem tudom, melyik hülye az, aki nem akar lenni Saxon Hale, de hát rábízom. Na, gyerekek, Zsoltit már tudjuk, hogy Pyro, te Erik, te mivel vagy? Hát nem tudom, most kiválasztottam a D-Moment, meg hát ugye meghaltam, tehát hogy... Most kiválasztottam a demoment. DJ Popcorn! Azt a kurva eget! Jigglypuff! És akkor például a... Django! Aito! És ennek a pinaszájúnak... ilyen... hogy mondjam... képessége, hogy... ilyen, mikor az übercsárzsa... Ja igen, mikor Tauntól, akkor egyrészt übercsárzsa vált. Tehát akkor sebezhetetlen egy darabig. Ja. Meg mondjuk még azt is így el kell mondani ebben a játékmódban, hogy még arra is így játék, hogy mindegyik karakter, tehát ennek a sniperesnek, meg ennek a Vaginernek, ennek is, tehát mindegyiknek más a karakter modellje. Igen, például a vallásos snipernek ilyen sátánista jelei vannak, a Vaginernek, ugye egyértelműen a Vaginernek pinaszája van és kurvanas feje. És itt van Saxon Hale, tehát akinek meg külön hangja is van ráadásul. Tehát nagyon egyedi ez a játék, mond nagyon, nagyon élvezetes. A Horseman az meg ugye a fej nélkül is, ló nélkül lovas. Igen, az meg egy csontváz tök fejjel, annak is külön modellje van. Az a Halloween-ról lehet ismerős. Én kibaszottan bárdal a kezébe. az viszont bárdal nyomul. Még annak van egy olyan képesség, hogy belelát az ellenségbe, mármint úgy, hogy egy kis pillanatra oda tud teremni. Igen, az bele tud teremni az emberekben, néha Rage-nél, meg Town-nál bele tud teremni, az a legszívósabb cucc. Hát hogyha egy helyben marasz, hogyha mozogsz, akkor elvileg nem.
Vagy igen, ráadásul a Sniper-nél meg rohadt vicces a zene. Tehát a Sniper az egyik leghasználhatatlanabb szarság. Ezek közül amúgy, de tényleg így van. Csak annyi éri meg, hogy ott vicces a zene. A Vaginer az meg visszafele beszél. Igen, a Vaginer az meg visszafele beszél folyamatosan. Az is nagyon poénis. Vagy ez így tökéletes ki, hogy Vaginer, vagy Engineer helyett Vaginer. Aha, Vaginer. Hát, vagy akkor Vaginer. Hát, Vaginer, Vaginer igazából. Na. Sexton jelnek nem tudjuk mennyi az élete, mert még nem írja ki. Pedig már ketten vannak. Azt tudni kell, hogyha már kettőn, tehát kettő vagy alatta a létszám, tehát kettő vagy egynél tartunk. Akkor van egy pont, amit el lehet rabolni, az pedig ott van most itt mentel mellette középen. Ez azért van, hogyha eltévednétek, tehát ha ezt egyszer valaki elrabolja, akkor ott vége a játéknak, és az nyer. 20 vagy 2100 élete van. Ez mi volt? Nem tudom, de ezek szerintem haverok. Mert nem ölik meg egymást, hanem húzzák az időt. Köszönjük szépen. Nagyon rendesek vagytok. Hogy mi meg itt basszuk a rezet. Hát nem már. Baszki. És ráadásul kínaiul Jatagami Hacsing Chang Chungili Bálipe. Most csak válaszoltam. Nyom meg a izét a milyen betűvel kell? A V betűvel azt mondom. Nem vagyok rasszista, de azért Ching Chang motherfuckers. Tehát a faszom tudja. Úgyhogy lassan még, na végre. Na végre a meccsnek. Yippee-ki-yay, motherfucker. És most tíbegelést láthatunk. Egy elég fura animáció van megspékelt tíbegelés. Meg az a pixeles... Ráadásul matán. Szikrázik a seggel, ha megnézed. 18-as karika. Sőt, 21-es, na. Rendben, na akkor megint kezdjük. Most jön a lovas csontvázas faszkalap. A minden igaz. Igen, itt van Horse. Igen, a haj, hallhatjátok. Itt a zene is más amúgy, ez a Hello Pixel. Igen, itt ilyen Halloween-i zene van. Ez amúgy tök fasza. Majd látok, hogy lehetek véget. Jó nevetések. És akkor perzsáljuk szét. Bazd meg Zsolt, ez nem játék. Hát nem, tűzre nem játszunk. De én igen. Na most basztunk rá! Nem. Jó, oké. Szerintem lesz jó. És pont arra nem jön, ahova akartam, hogy jöjjön. Ezt a segget. Más taktikát váltok. Más taktikát váltok, pont. Hülyeséget beszélek ma miattatok. Na, a csávó köszönheti az életét, mert megvettem. Itt van. Igen, mert várjál tőle virágos kosárat. Basszus! Lej már innen! Húhú, jó lesz a tömörültetek. Mindjárt megdöglött. Mint a Sziget Fesztivál. Na. Hol ez a seg már megint? Na, néha van ilyen outline-a, és akkor mint a Left 4 Dead-ben láthatjuk, hogy hol. És akkor látjuk, hogy most majdnem megszívtam. Mert te még élsz? Igen, élsz. Na, most haltam meg. Ezt látjuk. Hát én látom legalább. Alexnak ilyen bírós sapkája van a Left 4 Dead-ből. Nem is bírós sapka, Alice sapka. Eddig nulla damage-et csináltam, eddig fantasztikus vagyok. Oh! Ezt ez gyönyörű volt. És csak három szintű. Alice sapkája, 10-es szintű sapka. 10-es szintű sapka, még lehetne fejlődni sapkára. Volna két napig, és akkor level up. És akkor vége már és akkor nő két centit a shield. Na. Basszus, no. Mennyi élete van? A faszomat, hogy mindig elfogy. Amúgy azt tök, hogy... hát kicsit némely embernek lehet, hogy nem tetszik, de nekem például néha előny is, hogy amikor meghal az ember, akkor nem spannol rögtön, hanem... Tehát nem spannol újra rögtön, hanem meg kell várni a kör végét, és akkor ilyenkor kimehet valami vízért, vagy netán WC-re. Elmegy a moziba. Néha amúgy tényleg szürreálisan sokat kell várni. Persze, de ez egy olyan, mint egy Call of Duty-ben egy Search and Destroy. Kb.
Csak. Gyerekek, semmi lőszerem nincs. Kéne egy szem dispenzer, pont itt van. Gránáttal kalapálózol. Pont vége lett a meccsnek. Na most állítólag... 10-0 van állítólag, igen, mapváltás jön. Hát kiröhögtek. Valamilyen nincsen még mindig mosolygós... Animációm. Na, jön egy loading screen. Nem vágok, mert faszom fog utána szarakodni vele. Megmondom őszintén, nem tartott sokáig, addig legalább kibeszéljük Zsolti szexuális életét. Töltök vizet. Jó, azt én még nem hallottam. Fülelek. Jó, hát... Én sem tudtam, hogy ez ennyire kellemetlen lesz, hát... Zsolti... Pont engem kellett megtalálni. Vannak itt más emberek is, például Erik. Meg mondjuk még legalább 500-on a YouTube-ról. Ja, baszki. Akkor az 500 millióra szólok, aki nézi a YouTube-on éppen ezt a videót. Az a 4-5 ember, aki aktuálisan nézi is. Igen. Nem tudhatod, bármikor becsengethetnek hozzá. Igen, majd fekete ruhások rúgják rám az ajtót. Úristen, Zsoltinak a szexuális élete! Ugye, tudjátok azt... Lehet, hogy titokban kiderül, hogy embereid vannak, azt összeveredsz. Na, menjünk fel. Hol vagytok? Nevemet? Most jöttem, de szerintem nem tudok. Igen, nem tudsz sajnos bejönni. Zsolti az a fuck felettem pont. Igen. Lerövidítettem a nevét. Nem, ez gyönyörű volt, ez a meccs, nem csináltuk. Igen, ez csodás volt. És mégis megnyertük. Hát ja. A fenéket én legalábbis nem nyertem meg, de mindegy. Nem azt szerintem, nem meg. Szivacs, én vagyok a Sexenail. Te vagy a Sexenail? Na gyerekek, egy. A Lord Chase become Sexenail with 25,000 HP-d van, az nem fuck you! Jó, szíveség volt. Na, de Dick, miért nem bírok felugrani? Na, végre. Na, hol vagy egy sem? Jöjjetek meg! Jó. Ott van! Na jó, eddig nem vettem észre. Hol van? Na, hopp, egy még egy Máriózás. Ez te vagy itt, Alex, akit kitüvelegettem? Hát nem, amúgy már meghaltam volna. És én távolabb vagyok azért jóval. Ah, kirepülök a pályára. Kirökleg. Ráhogy lőztek. Ezért jó a pyro. Hol vagy? Gyere csak ide! Nem. Te vagy? Aztán elmentem, sziasztok. Nincs semmi keresni való, mi? Nincs semmi keresni való. A faszom, hagyd már abba a repkedést és állj rá a mányaimra. Fuck! Az igen, hogy felszállt a falon a izé. Menj már vissza oda, ahol voltál, csak úgy kíváncsiság volt. Tudod, mikor megyek vissza, még a végén meghalok. Shit! Ah! Boom! Az nagyon szeretlet lesz oda bemenni. Úgy, menj csak rá a mányaimre. Úgy, és puff! Ó, bazd meg! Na, most oda megyek. Elutok a viccedet. Na, már piros a világ, itt mindjárt meghal. Hát nem tudom, 12,000 HP. Mi az a gratis zene alatta? Azt te vagy, Zsolt? Jaja. Ma majd azt mondtam, hogy ezért nem mondom is, hogy nem áll. Nem áll, Dick, azt leesek! Azt látom, hogy Alex! Hát de fognál már be, hogy gyerek! Itt éksz, mint a hülye! Mennyi HP-d van? Hát, már tudom. Itt írja lent egy kis csíkon, mi nem látjuk, te látod. Mi vagy? Elkussoltattam a gyereket. Fuck! Gyere csak ide, medik! Medikus barátom, gyere ide! Amúgy nem is a medikus kergetem, nem mindegy. És már nem haltam meg. Nyom meg kétszer a gét! Kösz! Nem volt jó segítség? Nekem nagyon sokat segítettél, köszi. Nézzük most Zsoltit, Zsolti Vision. Pörköljed. Hun vagy? Sőt, Ausztria. Na, Zsolt ilyen
Zsolt ilyen szlovák módon flametower ezek így minden felett. Ne! Na tipa! Tudod, milyen pro vagyok. Ez most jól sikerült lencse végre kapni, nem? Lencse végre kapni? Figyeld azt a kifejezést! Minden. Na pipa! Ó, achievementet kaptam! Na nézzük, mennyit öltem? 11. What a lószar! De ja, nem? Hát... Végül is. Ha mondjuk több, mint a semmi, de... Mindegy. Na! Na. Valamilyen nincsen mosolygos masszisz a hereimen. Pedig én azt igénylem. 25 ezer élete van. Okay. Na már többen vagyunk, mert már 25 ezer. Tehát minél többen vagyunk, azt hiszem 31-en vagyunk maximumon, tehát magyarul 30-an egy csapatban, akkor 35 ezer élete van. Én azt hittem, hogy Zsolt a szexen él. Nem, épp most rált meg. Így rátartottam azt akkor a tenődöt. Már is meghaltál? Hát. De kaptam a Scott-hoz egy jó kis pisztolyt, amit nem tudok beállítani. Zsolt has found the shortstop. Fingunk sincs, mi lehet az? Ilyen... Ilyen négy csövű kis pisztolyt. Jó, négy, az tök jó elméletleg, az kurva. Az erős, voltam már olyan. Na. Megöltik, most craftoltam nem régen. Megöltem volna a shiftet, hogy ne essek le a szélén. Megölték ezt a Simon nemzetű gyereket, és akkor tudod, hogy már feküdt a földön, a száj meg mindig nyam-nyam. Nem, heavy volt, ja. Nyom. Nom, nom, nom. Na. Hú, nem szeretem a spy-okat, amikor így oda megyek, az hátba késik az ember. Valamiért azt viszont nem értem, egy idő után nem tudok a földre lerakni semmit. Túl sokat lőttem, vagy... Hogy érted, hogy nem bírod, hogy amikor leraksz egyet, a többi felrobban? Nem, lövöm le a mine-t, a sima mine, tehát a sima gránátot. Mi például most, ahogy eltűnik. Így mielőtt földet érne, így pik... Megpukkan. Hát az hülyeség, hogy többet tettel át, ez felrobban egy. Nem tudom. Kipróbálom a snipert. Amúgy el vagyunk, mint a befőtt, nem? Gyere már fel! Hát, én meg Soldier-rel leszek, most kipróbálnám, hogy... Mit tud a... Rocket Launcher? De miért tűnik el a grányátom? Grányátom. Miért tűnik? Most jön. Fiatpük! Xemos! Átmink oroszba. 913-at sebeztem rajta, az igen. Nem, annyit van összesen. Nem, hát de eddig nulla volt, mert egyszer sem tudtam eltalálni. Ja, van nem sem. Ja, milyen jó cuccok vannak itt fent. Élet, meg lőszer, nézed, hát. Jumpoljál le. Alexovics fegyvere, ez is sapkája, 10-es szintű sapka. Igen, a 10-es szintű sapka, amire fejlődni lehet. Persze, de azt írja, hogy Alexovics fegyvere, tehát hogy nem tudom sapka mióta fegyver. Alexovics fegyvere, a sapka. Így ráadatom. Én a sapkával is ölök, basz meg. Ja. Hát úgy kell, azt hallom. Elvágom a shield-t a menj fel, illetve nem menj fel, ma épp ott volt fel szerintem. De, hogy odamész valaki meg, és akkor ráhúzod a fejére, és akkor... tehát, hogy tetvesét teszi a fejét, és akkor meghalt. Igen, igen, hát ez jó fényt vett rám. Na. Na szóval. Jó van, bocsi. Hol van a... Ja, bazd meg! Tessék, megvan. Ja, hogy itt vagy, szevasz! És megkaptam The Razor Back. Amit megkaptam már kb. 2 évvel ezelőtt, de semmi gond, hát miért ne kéne 2, egyet a tökömre is rakok. Passzod már ide. Jöjjön. Nem tudod idadni, ugye? Ja, nem tudom trade-elni, mert neked ingyenes van. Sajn. Mi meg annó megvettük, mi tisztességes vásárlók vagyunk. Annó megvettük 2000 forintért a szám. Jó van, a tehetek róla, hogy nem... Mert ezért... Na, nem tudok venni Steam-en cuccokat, mert ugye még nincs bankkártyám. Hát nem kell bankkártyát, régen elég lett volna, megvetted az Orange Box, az kész. Jó. Mondjuk jó. De azt még mindig árulják a boltokban, nem? Jó. The Orange Box! Emlékeztek még arra a trailerre? Még Gladosz mondta, hogy The Orange Box. Jó, az olyan. Jaj, tudom. Nem az a trailer, amikor a...
bemutatja, hogy a portál... De, hát azért van, hogy ennek az a... epizód 2-ben szétrobban a ház. Nem tudom már, hogy mi volt, azt tudom, hogy GLaDOS mondja, hogy The Orange Box, ez tök király. Ezt megértük, nem tudom, nem akarok elszólni, hogyha nem tudja. Nem tudom, már 1900... Hát az a baj, annyira laggol a csávó. Hát ezt tudjuk, nem éli túl, de bizakodjunk. Nem tudom, mi volt. Na jó, pyro. Sniper. Szóval hát a sniper az annyi baj, hogy kibaszott sokat sebzel, de viszont rohadt lassú vagy, tehát inkább hát én most kaptam egy ilyen... mesterlős... De mi? Ezen a szerveren tökén szúrom magam, de mindig az van, hogy... Ugye van egy új sniper puskám, és mindig az alap van a kezemben. És az is sebez, tehát hogy soha nem az a új van a seb... a kezembe. A zsebedbe. Na, én azt mondom, hogy sebembe, tehát a... Ugye, fáj a lábam. No. Na. A következő kurva érdekes dolog az, hogy most megszívszuk egy kicsit, mert úgy néz ki, hogy ez a gyerek tud játszani. De nem biztos, még nem szólnám el valamit. Azt hittem, azt mondod, hogy elrontottunk valamit a videóban. Ja, hát már ez már harmadik próbálkozás. Ha, már háromszor elkezdtük venni a videót, csak... Volt, mikor én nem vettem, volt, mikor annyira hülyeségeket domáltunk össze, hogy már inkább gáz volt, mint vicces. Persze, viszont ebben a harmadik felvételben még jó, mert akkor legalább egyikünk volt már szexinél. Amit most hallotok, az egy nagyon normális verzió belőlünk. Ha még nektek így se normális, akkor akkor inkább most kapcsolt ki. Akkor menjetek el orvoshoz, ennyi. Akkor inkább most kapcsolt ki. Oh, nein, oh my Gothenburg. 2006 damage, na, nem tudok beszélni se. 3000, hol van? Hol van? Hát ezt kérdem én is. Na, megyek kézzel. Gyere, Dici. Ne, ó, Dic. Na, tehát annyit akartam mondani, hogy ha neked, tehát aki nézi ezt a videót, annak érte, ha neked ez nem normális, amit csinálunk, akkor talán ajánlom, hogy ne nézd tovább a videót. A legnormálisabb formánkat hozzuk. Nos, a 18-as karikát, ez kész. Ennyi. Hát még nem beszéltük is olyan szexuális életét, hagyjad már még majd később. Majd ezt egy másik videóban. Egy másik videó megosztón. Na már csak 11 000 élete van, mert... Hát már csak. Oké. Okay. Jól játszanak a spacok, akkor hamar lenyírják. Tehát az előző körökben azt is vettük, azt hiszem, hogy így nem volt 2 perc, mert mégis halt a gyerek. Szerintem nem menjük ott. Akkor AFK valaki, akkor gyorsan meghalt. Tehát mondjuk szerintem ez nyilvánvaló. Tehát hogyha nem vagy ott, akkor gyorsan kinyírnak. Meg mondjuk még lehet az is, hogy esetleg a gyerek először volt a... szexenhel. Tehát én másodjáron voltam, és hát nem tudtam valami sokáig élni. Most boom, ez az, nem tudom, hogy kit nézek, de kommentálom. Ki hát, él még? Én még élek. DJ Popcorn. Miért nem szólsz én, meg nézem ezt a hülyét? Meg a DJ Popcorn. De ez a neve? Honnan meg? Na. Übercsárd, nyomassad a kur... Azt hittem, hogy a csávó baloldal annyi cuccot kapott. Annyit kapott. Nem, a trade-et. Ősz úgy javastam a nevét, hogy elbaszott, de aztán... Hát az elej az kb. Úgy kezdődik, hogy LB, aztán rosszul olvastam. Na, volt máriózás, fasza. Mario Forever. Hát ez lehet, hogy nem volt értelmes. Hát viszlát. Ó, basszus. Ó, mekkora repültem. És megint a kés hangeffektus volt. Érdekes, hogy nekem teljesen más ragdoll volt, mint neked, Zsolti. Tehát nekem csak simán összeestél. Én meg elrepültem. Én világá repültem. Világot repült. Van, aki világája, világot... Tehát néz. Én nem tudok beszélni, mi van velem? Valaki virághoz repül, valaki világára repül. Alapból virágot akartam mondani, hogy jött a virág? Tehát van, aki virágot néz. Hát ez ilyen, ez különleges, bazd meg. Megnézzük, hogy most fejlődik, mi? Na persze. Hát persze, hogy különleges, mert ma már a mai gyerekek azért az elég szomorú, hogy itt van 4 darab fal, és akkor egész nap korom sötétben játszik, bazd meg. Ilyen nulla élet. Na már csak kb. Mint most. Kb. Mint most mi?
Hát mi, az egy dolog, hogy mi játszunk naponta 4 órát összesen, úgyhogy hogy 4 órát is vagyunk konkrétan a gép előtt, de az teljesen más, mikor a gyerek ott bent egész nap, és így és kirázásul 9 éves, tehát. Hát igen. Az olyan, amikor, mit tudom én, a, van a, megveszem a 9 évesnek egy iPhone 4-est, érted? Nekem meg 9 évesen volt egy Legóm, egy Son Goku bábom, azt elmentem Rolandhoz játszani. Aztán emlékszem, még az apját kellett megkérni, hogy menjen fel a tetőre a Son Goku bábúért, tehát. Akkor teljesen más problémáik voltam, mint most. Most szakítottam a benne vagy az első háromba figyeled. Ó, de kemény! Tehát, mert a 9 éves most szakított a Facebookos barátnőjével. Úristen! És soha nem találkoztak, tehát... Az úgy jól jött ki. Természetesen azért nem akarok erre sokat beszélni, gyerekek. Mert Zsolt is ilyen életet él. Gyerekek, én vagyok a Saxon Hell, bitch! Igen, hát meg is látszik Zsoltin a pedofília némi. Zsolt! Zsolt became Saxon Hell, bitch! Zsolt, te vagy a faszkalap? Na jó van. Most szia. Kapsz a pofádra, az biztos. Elölöd azt a leeeek! Na, hogy kinyírjál? Nem az a feladata. Jó van, de miért nem csinálja a szakszony helyet? Zsolti, kétszer kell megnyomni a gét. De ne! Jó, hogy szóltam, most ide jövök, szar rá perzsgálja. Meg akartam... De kösz! Meg akartalak szúrni a... Már majdnem azt mondtam, hogy Jedi kardom van. A Samurai kardom. Zsolti, csak akkor tudsz megint Saxton hélezni, ha lent összemélik a Rage Meter. Saxton Hale! A kurva életben, mi a fasznak szólok? Hát... Az... Nem mondjuk... Nem mondjuk sajtos könyvjel. Igen, hát ez... Makes sense to me? Ben, beszorult a sarokba! Most kéne oda menni azt... Jó, segg alá pörkölt. Menj innen! Menj innen! Alá személyi ezt! Az igen! Baszom anyád! Hülyes ajti, bezd meg! A Saxton Hale, az egy, hogy megkezdtem? Az egyik kezén a nyíl meg a lábán is át van lőve. Na nézzük, Zsolti mit arat? Élsz még, Erik? Nem, én már meghaltam. Az elején összesen 103 damage-et nyomtam, tehát hogy... Így épp, hogy meg tudtam lőni kétszer Zsoltit a izével a... Soldier-re. Tehát ez... Én csak 600-at sebeztem bele sajnos. Hát még mindig több, mint az enyém. Nézed, alul ki van írva, hogy hol van a... Hogy van a Rage Meter. Ha nincs tele, akkor még nem tudsz itt... Jaj, kóvalni. Jó, már csendben, jó? Jaj, most már persze, most már mindent tudsz, mi? Hogyan kell nagyot ugrani? Hát hogyan kell nagyot ugrani, Zsolt? Az nem jó. Hát nem jött össze. Hát igen, ez nem sikerült van, jó. Elmondjam neki. No, most nézem, hogy saját magadat tölted meg. Jaj. Úgy kell nagyot ugrani, hogy nyomod a kontrollt és felfele nézel. Na tudja. Csak nem sikerült. No. Jó, az ilyenkor jól bevált karakterre van. Heavy Bell. Azt a milyen Elvis frizurája van a Heavy-nek. Nekem én azt szeretem, a... amikor úgy néz ki, mint a chopperes műsorból a csávó. Nagy szakáll, meg kendő. Alex, várj már, megítélok mögötted. Heavy-ként. Szendvics! Jó gyors vagy! Alex, nézd csak! Ez zacskóra a fejemben. Honnan van zacskód? Mit kaptam zacskót? Nekem van ez a második világháború sapkám, jó, bazd meg! Mi mögötted? Jó. Amit nem tudok se eltrédelni, nem tudok vele semmit csak kezdeni, csak viszont eladni se tudom, craftolni se tudom, semmit nem tudok vele csinálni, csak úgy van. Meghaltam. De rossz. Fel kell mennem lőszerrel. Tégy úgy. Nem teszek, ez az én ilyen. Most megsertődtem. Az... A sajtban van a hold. No. Na. No. Ennek démonként úgy sem szoktam rá menni. Milyen csöndben lettünk amúgy, nem? Hát meg koncentrálunk. Mi nagyon-nagyon... Mikor tudtok ki koncentrálni amúgy? Csak így megkérdeztem. Igazán majd nem tudtam, hogy mit tudunk koncentrálni, de... Jó, ezek szerint... Fejet írtam. Tudsz olyat is?
Nézem, Alex ötek éve. Hú, de Mark volt! Markos. Olyan mennyi ideje megy ez a videó? Nem tudom, de most nem is érek rá megnézni, ne haragudj. Nem baj, csak kérdeztem, hogy így... Ó, oh, na, ha mennyi ideje megy? 20 perc. Aha, az egész jó. Nem, a szart 30 perc, fél órája. Oké. Okay. Fél órája. Még lejátszunk egyet, azt köszönjünk is el szerintem. Fél órája nyomjuk a nézőknek a hülyeséget. Ezek után nagyon fognak minket szerelni, úgy fognak minket perelni, mint a kurva élet. Azt majd visszaperelik a 30 percet az életükbe. Érted? Ez most mindenkinek adjak 30 percet pluszba, nem lesz életem. Jobb, ha eladom a lelkem, bazd meg. Hát adjad is, baszd ki, mert... Azt veszek belőle egy Macintosh. Mi a fene? Zsolt fegyvere. Enyhén ijesztő Halloween-i állarc. Ott egy zacskó! Tízes szintű ünnepi sapka. Csak ünnepnapon Halloween. Angolul mit ír ki? Barna papír. Mildly disturbing Halloween mask. Angolul egy kicsit másabb, de amúgy igen. Ó, benne vagy az első háromba. Na úgyhogy utolsó Jigglypuff volt az első. Jigglypuff! Na jó, úgyhogy a utolsó round következik most, úgyhogy most beleadunk mindent. Abba itt anyait. És akkor itt be kéne nyomni valami hardcore zenét. Na tessék, ennyi elég is volt a hardcore zenéből. Na, let's go! 30.000 HP, go! Hát ez nagyon gyors volt, gyerekek! Ez igen, na akkor sziasztok, majd legközelebb találkozunk. Nem, még lejátszunk egy utolsó. Játszunk most egy normál esetet már, mert ez most nem tudom ezt... De mit csináltam, hogy ez a gyerek? Leugrott. Szerintem azért kilépett a szeróról. Az lehet. Most miért vagyunk kékek? Mert most a Vagina-er van. Oh, de a Vagina-er szokott a kék lenni, nem? Mindegy, nem, Saxon-hell van, miért vagyunk kékek? Ez most nem mindegy. És akkor hirtelen mindenki Saxon-hell lesz. Igen. És akkor lesz egy játékos, akit ki kell nyílni. Azért utas persze rám. Azért van esélye a gyereknek. Olyankor. Na hol a Saxon helye? Disco Heavy, ő jól játszik. Hűha, eléggé lakparti van. De hát mindenki úgy dumál ezerre, hogy tököm tele van vele. Ennyi? Hogy érted, hogy ennyi? Hát meghaltam. Ja? Azt hittem, hogy... Jó, 450. Zsolt is megzöglött. Ez gyors menet lesz. 465-öt sebeztem egy nyilván. Nem, akkor mivel ez elég rövid és rati volt, azért legyen még egy most már tényleg utolsó. Váltok egy klaszt. Menjél heavyként. Megyek scoutként. Ha nem tudsz. Nem biztos az. Disco Heavy. De jó. Jigglypuff. Ezek ezek a nevek honnan jönnek? Jigglypuff a legjobb. Jigglypuff! Szia Jigglypuff! Ez kb. Olyan, mint amikor az én nevemet rosszul mondják ki. Eric. Eric. Volt erről egy poém, hogy megkérdeztem Zsoltit, hogy Eriket, hogy amúgy a te nevedet hogy kell kimondani, és mondta Zsolt, Eric. Én a Saze-re gondoltam, de hát... Na, most már van Saze, most már van Saze, utána van Scheisse. De Lord Scheisse. Adonna, neked nem ez a Lord Scheisse. Meg aztán Scheisse. Tehát, hogy így haladunk. Tudod, Scheisse. Vagy Lord Hausenthogen! Ha már németekre... Vagy Lord Sacheblő! Én mindenféle nemzetiségből vágjunk be valamit. Lord Ching Chang. A nevemet azt hogy lehetne oroszosan mondani? Lushija! Ezt láttad, Getz? Ezt láttam. Jugrásban vert. Ez milyen szép volt! Hát tud valamit ez a Disco Heavy. My job is done.
De ez kell halni. Ah, nem! Most a sót már 35 perc megy. Na, akkor vége a vidinek. Nem, hát még nyomjunk egy utolsó, tehát most már nem vártam volna meg. Tehát amint meghalunk mindannyian, akkor elköszönünk, és akkor mondjuk nekik, hogy, viszlát, gyerekek! Mondjuk nekik, hogy egyetek csak a konfronimát, az kész. Na. Ez értelmes volt. Igen, igen, hát semmi gond. Miért az egészet értelmesen mondtuk amúgy? Nem akarom tudni. Most nézd, hogy esik az eső? És emelkedett a vízszint? Gyagyagyag! De lol! És meghaltam! Vízben? És te voltál az a Timo Man, akit kiütöttek? Aha! Én közvetlen utána haltam meg. Hát így. Nem sikerül egy utolsó nagyon jó meccset kiprodukálni? Hát akkor játszok még egyet az után, az kész. Akkor... Na jó, akkor én itt most vágok egyet, hát gyerekek... Na, jump cut! Na szóval... Végigvártunk egy baromira unalmas és szenvedős... legalább 10 perces szenvedést. Én játszott a víz. Ó, oh, de kát... De tök jól nézett ki. Ja. De no problem. Bár ilyen 40 perc megy a videó, úgy. Hát most... Igen, 41 perce megy, de ebből ki lett vágva egy kicsi azért. Tehát akkor lehet, hogy már régen 50-nél menne a történet. Nem, a hangot azt nem állítottam meg, mert azt a legnehezebb, hogyha azt még egyszer csinálom. Úgyhogy korrekt, tehát mióta elkezdtük 41 perc telt el, de ez a videó számára most tartunk talán 35-nél, nem tudom. Vagy ne 30, de 35-nél szerintem. Köszönjük, hogy fogod feltölteni. 5 percig néztük, ahogy szarakszik a Heavy. Vagy a scout, meg a hülye gyerek. Meg a medik hogy úszik a vízbe. A medik hogy úszik a vízbe, még az is. Szóval Zsotikám, mit nyilazol az izé... Mátyás királyban az meg? Csönd legyen, zacskó van a fejemben, nem? Ja, bocsánat. Asszal, szóval megütöttem azért... Szexhélt. Szexon helyet. Szexhél. Szexhél. Jó, már este van. Úgy fogod feltölteni a videót? Mi? Mikor fogod feltölteni a videót? Holnap délben. Nem, már nem a Vegas használom, és így nagyon egyszerűen kibaszott gyorsan, és rohadt jó minőségben tudok videókat csinálni. Szerencsére. Nem a Vegas használod? Nem. Akkor mit? Premiere Pro-t. Ja. A kicsit hát nem kicsit, sokkal nehezebb, de... De jobb. De jó, igen. Tehát még a Vegas-t úgy esélyem lenne, hogy a Vegas-t elmagyarázzam valakinek, a Premiert már nem nagyon. Itt benyomtam helyével egy ilyen mozdulatot. Ez azért most rohasszorul játszik, mert oda megyek és akkor begütöm. Tehát, hogy így nem igazán tud kijutni engem. Simán rá... megy a mányaimra, és simán elment mellettem. Hát. Azt hiszem én is, hogy csak úgy szalad el melletted. Itt bent van itt nincsen, jó, de van töltő. Á, lőszer. De meg is vagyok. Jó, mehetünk újra. Ez az utolsó menet akkor? Aha, jó, hát tessék, meg is nyertük, legalább egy siker mehet a végére. Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen, ha tetszik, akkor lesz, ha nem tetszik, akkor... Hát nem ha lesz. Tetszik, akkor írjátok kommentet, nem? Akkor majd Zsolti megy, azt megmolesztál titeket, úgyhogy én szerintem... Hát itt sajnos vágni fogok, mert nem tudom, mit kéne itt ide mondani. Na, úgy köszönjünk el! De jó, amúgy most te pont te vagy a szexen. Én vagyok pont a... Jó, akkor várjunk még egy menetet. Hát mert nehogy már ezt nem mutassuk meg a végére. Hát jó van már. Legalább most láthatjátok, hogy milyen is a szexen helyben lenni, ugye? Na, én szerencsére most akartok abba hagyni a játékot, azt mondd én meg a szexen. Hoppá, 456. Halljátok, mindjárt jövök, jó? Jó, rendben. Hát igen, eléggé... Sexton Hale! Tough the explosive power of my fist! Ügyesnek kell lenni.
Megöltelek? Van. Mivel vagy? Kiró. Hal mindenki? Yeah. Aha, szavasz. Jó. Már csak bezavartak egy picit. Mivel vagytok? Én a halott vagyok. Az előbb ütöttél ki engem. Kevin. Zsolti? Nem mondom a halott. Keresve? Zsolti. Legyek szemét? No. Oké, akkor nem leszek szemét. Nem mondd el, mert így meglepetés lesz megölni. De szék miért menni folyamatosan lefele? Mi a szar? Amíg itt élvezem a pillanatot, addig cserélek széket. Az a baj, hogy néha beragad, azt közben tauntolok is ezerrel. De amúgy azt a követ ki, hogy abba szeretük mondom már hagyni pont a videót, és akkor... Igen, nem... és akkor pont mondom, akkor már csak nem, nehogy ma úgy legyen végül, hogy nem mutassam meg. Persze, akkor mit hármunk a szextonél volt. Mi Zsolt is volt egyszer. Persze, hát azt mondom, mint hárman. Hoppa! Ez itt tök jövő ki, hogy... Ú, Zsolt, jó a damage-ed, vagy a damage-ed, na. Itt vagytok? Ja, itt vagyok. Igen, csak... De koncentrálok! Ja, és voltak ugye lazán egyre több a damage-e. Mi mindig nem voltál meg, Zsocsó? Ha? Nem. Nem akar nyilatkozni. Hát nyilatkozni. Fogadjunk Kempers valahol. Hát nem igazán. Erik megmondja. A kurva anyját, izélt. Na meg mondjam neki, vagy ne? Nem mondd meg. Hát de nem mondom meg. Na ez mi volt ez a kis hang? Oh, még most nézem, hogy csak 69-en van. Azt én már izélni akartam. Mi hát ezt egy kicsit elbasztam itt. Ez milyen jól jött ki? Screw gravity! Bassza meg! Na, szabad Zsoltikám! Csomó csöveztem rajtad amúgy. Udvarias köszönés. Kaptam egy mindegy Magic Boxot. Magic Box? És akkor két dollár kinyithatod és van benne egy szendvics. Na. És mi van benne? Nem, mert kulcsot kell venni hozzá. Ki tud nyitni. De... A Rexkán már csak ketten ének és megadtad is volt. Na, Sexton. Nyom már Sexton helyett a szóval. Sexton Hale! Ez a beszólás az annyira tetszik nekem, hogy Sexton Hale! Csak tudjátok azt lenni nekem, hogy felvettünk egy rakatalmat. Hát ez nem igaz, hát nem tudom megölni. Halljátok? Milyen faszok? Az lenne a kémia, hogyha felvennék túl egy ilyen, tehát már lassan 50 perc megy a videó, szerintem már meg is van az 50 perc, és akkor kiderül olyan, hogy van minket, de mondjuk nem lehet hallani, vagy te véletlenül elfejtetted egy... Aj, megint nem néztem, hogy csak 28%-on van. Valaki rádugrott. Hallod? Ez így nagy cheat, hát a kurva anyátokat! És megöl! Áj, hogy rohagy meg! Nagyon gyerek, ez volt a Team Fortress 2 Sexton Hill játékmód, legközelebb is lesz ilyen, vagy nem lesz, nem tudjuk. Úgyhogy köszönjétek el! Szavaztok! Sövét!